Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk kint az erdélyi futópályán, hiszen IASZ verseny zajlik, mégpedig nem is akármilyen, erről beszélgetünk Molnár Ferenccel. Azt gondolom, hogy az időjárás nagyon kegyes volt önökhöz ma. Így van, ezt elmondtam a beharangozóban is a fiúknak, hogy péntekre rendeltünk egy kis esőt, hogy ez szombaton felszáradjon, hogy vasárnap gyönyörű, megújult és kivirágzott környezetben tudjuk fogadni a versenyzőinket. Figyeltük egyébként izgatottan az időjárás jelentést, és az utolsó napokban már láttuk, hogy az öregisten kegyes lesz hozzánk, és jó időnk lesz. Hogy nagyon fontos, mert az eső egyrészt elveszi néhány ember kedvét, másrészt meg a közérzet sem mindegy, hogy most esőben, sárban cappogom végig a versenyt, hogy egy szép időben, jó hangulatban, mosolygósan, örömteli napot töltök el a szabadban. Itt fölöttünk ezzel a madarakat is lehet hallani, tehát tényleg ideális minden. Mit kell tudni a pályáról, hány akadály van és hány induló? A pálya elhelyezett célok számán bővítettük. Tavaly még 21 volt, idén egyel bővítettük, 22 célunk van, és néhányat kicseréltünk, tehát vannak új célok is, hogy nem mindig ugyanazok legyenek. Optimálisan tettük az elhelyezést, mert volt egy-két észrevétel a tavalyi kapcsán, hogy esetleg a technikai célok túl sűrűn voltak egymáshoz, úgyhogy most csináltunk ilyen egyharmados elosztást, amiben az a lényeg, hogy van egyharmad mozgó cél, egyharmad alakos cél, ahol egy 2D-s vagy 3D-s alakot kell eltalálni, és egyharmad pedig úgynevezett lőlapos, mint itt látható mellettünk is. Ez így optimális, és akkor próbáltuk úgy először, hogy egy olyan, hogy azért, ha esetleg egy mozgó célon nem szerencsés az íjász, vagy nem szereti a mozgó célt, utána következzen egy lőlapos, ahol önbizalmat szerez, mert ott jól tud lőni. A 22 célt próbáltuk optimálisan elosztani, hogy a távolságok is egyenlőek legyenek, de itt azért a természeti viszonyok meghatározóak van, amikor két cél egymáshoz közelebb van, valamikor távolabb, meghatározó, hogy mennyi az erdőben a hely, mert a természetet nem károsították, nem vágtunk ki fát, sem cserjét, semmit, hogy emiatt ne károsodjon a növényzet. Mindig úgy helyeztük el, ahol van egy kis nyiladék, azt kinéztük, és akkor oda helyeztük el. A versenyre 204 nevezés jött előzetesen, a végleges létszámunk 184 fő végül is, bocsánat, 185 egész pontosan, most számolta meg Karas barátom, 185-en kezdték meg a versenyzést, 11-11,500 magasságában. Az érkezők tulajdonképpen Kelet-Magyarország minden részéről, egészen Csongrád megye, Békés megye, Hajdú-Bihar, Szabolcs megye, ugye tavaly évben kezdeményeztük a keleti gyepűhöz való csatlakozásunkat, idén tavasszal ez elfogadásra került, és így a keleti gyepű teljes tagjaként rendezzük már ezt a versenyt. Ez is fölkerült a gyepűs versenyek sorozatába, ez most már gyepűs versenynek számít, és emiatt ugye jóval több gyepűs kollega jött el. Volt tavaly is egy-kettő, aki eljött a versenyünkre, de így, hogy már mi is gyepűtagok vagyunk, így durván 40 fő az, akik a keleti gyepű közösségbe tartoznak, valamilyen más íjász egyesületbe, de ez a közösség rengeteg kelet-magyarországi íjász egyesületet fog össze tulajdonképpen, és van egy vezérelve, egy elhivatottság, egy küldetése, és aki ezzel egyetért, azzal lehet csatlakozni hozzá, úgyhogy hogy azoknak érdemes csatlakozni hozzá. Úgyhogy most itt el is hangzott, hogy ezzel, hogy minket befogadtak, most ezzel ugye 4 megyére bővült ez a létszám, mert ugye eddig csak az a Szabolcs, Hajdú és Borsod megyéből gyülekeztek egyesületek ebbe a közösségbe. Most már ugye Jász-Nagykun-Szolnok megyére is ki van terjeszve. Bízunk benne, hogy még többen csatlakozhatnak majd még Jász-Nagykun-Szolnok megyéből, mert mi is azért kezdeményeztük a csatlakozási szándékunkat, mert egyetértünk azzal a hivatástudattal, amit a küldetéssel, amit ők képviselnek, a hagyományok olyan szintű megélését, ami nem csak abból áll, hogy most elmegyek egy íjász versenyre, hanem sok minden más. Kétnapos rendezvényeik vannak, minősítő versenyeik, ahol akár csak presztízsből is lehet lőni, vagy szintet kell meglőni. Éjszakai versenyük van, vasárnap aztán távlövészet, este egy ilyen közösségi ráhangolódás kell, tábortűz, szertűz, tehát tényleg van egy feelingje. Maga a felvezetésnek is volt szerencsénk gyepűs versenyen részt venni, és ott van egy, ahogy szokták mondani Pesten, van egy pofája az egésznek, tehát nem csak úgy összeverődik a társaság, hogy most akkor van egy megnyitó, hanem ott bizony szépen, mint régen,
akár a katonaságnál, vagy régen az őseink, fölvonultak szépen sorba, csapatonként, zászlókkal, van egy vezérfogadás, mert van egy vezérük, tehát megadják a módját a kezdetnek is tulajdonképpen, meg hát utána az egésznek. Itt mögöttünk látom, hogy itt két célhely is van. Látok fiatalokat, idősebbeket, tehát igazán vegyes a korosztály is. Igen, nagyon sok gyermek van. Hát durván egyharmada a gyerkősz versenyzők egészen ifig. Most a keleti gyepű szabályai szerint osztottunk korosztályokat is, emiatt a gyerekeket még jobban szétszettük, tehát két évente vannak 10 év fölött a korosztály, 7 évtől a korosztályok. Így tulajdonképpen az a cél, hogy még inkább tudjuk őket díjazni, mert nem mindegy, hogy most egy 10-12 éves kategóriát rakunk össze, és azokat díjazunk, plusz a 12-14-eseket, vagy összecsapjuk a 10-14-ig, és akkor tehát sikerélményt adhatunk nekik ezzel, hogy díjazzuk őket azért, mert eljöttek, azért, mert jól lőttek. Mondom, egyharmad durván a gyerkőc, de a tiszteletreméltók névsora is, akik ugye az 50 év felettiek, a senior kategória ott is 37 nevező van, tehát a nyugdíjas korosztály is képviselteti magát tisztelettel. De akkor én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a mai nap egy nagyon sikeres legyen, és én akkor azt kívánom, azért egy kicsit hazahúz a szívünk, hogy azért a karcagiak nagyon szépen szerepeljenek. Igen, ez nagyon nagy hagyomány már nálunk, hogy a karcagi versenyzők, a felnőtt versenyzők a saját versenyükön nem versenyeznek, nem érezzük tisztességesnek a dolgot, csak a célőrséget adjuk, tehát mi vagyunk a úgynevezett igazlátók, mi írjuk a pontokat, de a gyerekeink azok bizony versenyeznek, úgyhogy a gyerekeinkért szurkolunk most, nekik engedett, hiszen ők nem is lehetnének célőrök, úgyhogy őértük szurkolunk, hogy ők minél több érmet tartsanak itthon tulajdonképpen, úgyhogy ahogy szokták mondani, hajrá fiatalok! Köszönjük szépen! Köszönjük mi is! Gólyalábas előadással indul a program, a Langaléta garabonciások műsorát láthatjuk, amelynek címe Elemek, avagy Tűzön, Vízen, Földön, Égen. A gólyalábas, vagy a Langaléta garabonciások a 2015-ös Nyíregyházi Vidor Fesztiválon Piero díjat kaptak erre a produkcióra, amihez szívből gratulálunk, és fogadjuk nagy-nagy szeretettel a Langalét a garabonciások műsorát. Uracsok, a Langaléta garabonciások innen a magasból kívánnak minden nagykunságinak, tőlünk a kiskunságból, Tekes Mákos, jó napot! Na, itt a nagykunságban nem úgy köszönnek. Jó napot! Ja, így már mindjárt más. De az is lehet, hogy igazuk van. És maguk lehet, hogy arra vártak, hogy a város legnagyobb embere köszöntse magukat. De most egyelőre én vagyok a város legnagyobb embere, úgyhogy én nekem kellett a köszöntésemre válaszolni. Hölgyeim és uraim, de a Langaléta garabonciások, higgyék meg, hogy nem azért jöttek ide, hogy innen a magasból köszöngessenek, ráadásul más helyen, hanem éppenséggel azért,
hogy egy rövid 3,5 órás műsorra szórakoztat. Ne, hasonló. Elnézést, most mondják a kollégák, hogy lesz valami néptánc előadás is, úgyhogy a 3,5 órás műsorunkat a mai nap tiszteletére 38,5 percbe fogjuk sűríteni. Szóval, engedjék meg, hogy egy kicsit büszkékedjek, és elújságoljam önöknek, tisztelt kurtalábú vendégeknek, hogy a Langaléta Garabonciások a tavalyi esztendejében a nyírbátori, akarom mondani, a nyíregyházi Vidor Fesztiválon ezzel a legeslegújabb darabukkal elnyerték a Pierrot díjat, ami nem más, mint a közönség utcai szórakoztatásáért adott legeslegnagyobb díj. A tapsokat köszönjük! És hát ezt a műsorunkat nem másra építettük, mint az elemekre, az ős elemekre, amikből összesen akár kis ember, akár nagy ember, négyet mindenkinek fel kell tudni sorolni egy kis segítséggel. Tessék szíves akkor segíteni rajtunk, melyik ős elemekről lehet szó? Nem érti? Nem baj, majd segítek. Az első ős elem az, ami a kisasszony tekintetébe is kiült, hogyha levenné a szemére húzott napszik, Úristen. És tényleg, az első őselem az ott szikrázó tűz. Hölgyeim és uraim, a tűz adta az első műsorszámunknak az alapötletét, illetve kiegészítettük ezzel a tártos paripával, amit egyébként kizárólag erre az alkalomra alkottunk meg, tehát nem csak május elsőjére, hanem az anyák napjára is. Mégpedig a bogaci futóhomok és a karcagi árvalányhaj köröztözéséből. Amint azt önök jól láthatják, csak két lába sikeredett, de beléoltottuk azt a tüzet, ami ott csücsül a maga tekintetében. Így hát egy tüzes lovastánccal kezdjük a műsorunkat. Hoztak magukkal, kivéve azt az egy jóra való embert, aki már is megemelte, hölgyeim és uraim. Ez volt hát az a tüzes tánc, amivel rázendítettünk a műsorunk első felére. De állítólag itt Karcagon, a Nagykunság fővárosában élnek olyan betyárok, mit betyárok? Betyár palánták, akik kimernék próbálni ezt a mutatványt a ló hátáról, akár kalapba, akár gatyába. Fiatal úr, mit szól hozzá? Megmernék? Na gyere akkor gyorsan, gyere öcsém, fogjuk meg egymás kezét. Na jó, csak úgy képletesen, gyere, gyere. Na, először is gyere, aztán barátkozzál össze ezzel a tártos paripával. Simogasd meg. Ne ijeszkesd, jaj, ne, jó, jó, úgy van, és ha már ilyen jól összebarátkoztatok, kiskomám, gyere, akkor pattanjál fel ide a lónak a hátára. Azt mondja a fickó, hogy jövőre, ha meghívnak bennünket, akkor majd már egyedül fölugrik, de most még segítsünk, add a kezed, édes öcsém. A másikat is, úgy van, másik kezed. Hallod, de mit reggeliztél, öcsém? Vasdj uró, a fickó, maga az édesanyja? Máskor ne vas lesz elég kehetesse, jó? Na, ide hallgass, kiskomám! Hogyan mutathatom be a mai napunk betyár palántáját? Név szerint? Úgy, politikus lesz a gyerekből, jó lesz figyelni. Úgy, hogy... Hoppá, kérem, óriási nagy tapsot kérünk Marcinak!
Marcikám, mindig ilyen böcsületes legyél egész világ életedben, mindig mondd meg az igazat. Például, mint ahogy most a nevedet megmondtad, de Marcikám, most azért arra nagyon vigyázz már, hogy itt Karcagon híre ment, hogy 12:30-kor valami fantasztikus, magas szintű műsort láthatnak az emberek, azt inkább ott hagynak csapott papot, anyád a fakanalat, apád a Facebookot, azt eljöttek ide reggel korán megnézni, hogy hogy tudsz lovagolni. Csak arra vigyázz, hogy körbe-körbe most már több százan néznek, nehogy a tömegbe ugrasd a tátos paripát. Sétagalop következik Marci módra. Hadd szóljon! Biztassuk meg! Hopp, hopp. Marcikám, erre vagyok ezen az oldalon. Annak ellenére, hogy most már rettentő furcsán ülsz a nyerekbe, hallhatod, hogy óriási tapsot arattál. Marci, igen, derekassal lovagoltál, csapjál bele. És tudod, most az a mutatványod következik, amit édesanyád már nagyon vár. Még nálad is jobban. Ennek a, tudod, most az a mutatvány jön, amit itt az előadás előtt megbeszéltünk. Azt mondja Marci, hogy jó, de semmit nem beszéltünk meg. Ennek ellenére Marci magánszámának a címe Leszállás a magaslóról. Hadd szóljon! Hopp! Édesanyja, gyűjjön gyorsan, vegye le a Marcit idefele még földig ért a lába. Most meg egy nagy tapsot kérünk neki. Köszönjük szépen a tapsokat Marci nevében is. Most pedig elbúcsúzunk tátos paripánkkal, mert az egyik csikós azt mondta, hogy lesántult a lova, kölcsönadjuk neki, kíváncsi leszek, hogy üli meg. Minden esetre a tűz őselemnél maradnánk, és a tűz őselemnél a következő műsorszámunknál egy kicsit még fokoznánk is a tűzerőt. Tudnélik, arra gondoltam, hogy megkérnénk együttesünk legügyesebb célba pukkantóját, az nem más, mint félszemű Flajsz Matyit. Matyi, gyűjjön! Hát nem csodálom, hogy a Matyi nem vette észre a közönséget, mert nem nagyon tapsolták meg. Jó, csak azért mondom, hogy inkább tapsoljanak is, mert egy kicsit rosszul lát azzal a félszemivel. De a következő pillanatban, engem ne pukkangasson. Következő néhány pillanatban Matyi egy hatalmas felfújt hólyagot le fog pukkantani, csak azt hiszem, hogy ehhez a mutatványhoz keresnem kell egy felfújt hólyagot. Várjon, mert itt az ágakon köröztül olyan torzul látok. Nem. Maga semmiféleképp nem lehet felfújt hólyag. Akkor keresünk egy másikat. Na kérem. Jaj. Drága uram, az előbb már egyszer levette a kalapot, vegye már le megint. Sanyi! Nem, hogyha... Mi, te is Sanyi vagy? Matyi! Mondom, hogy a Matyi. Matyikám, a Sanyi, azt nem túl jó felfújt hólyagnak, mert nem nagyra fújták. Akkor keresünk egy még. Hát attól tartok, hogy hozott anyaggal kell, hogy dolgozunk. Matyikám, hozott magával egy felfújt hólyagot? Hozza már ide. Na szóval, ott a felfújt nagyszerű, jó. Éve hölgyeim és uraim, ezt a felfújt hólyagot fogjuk fokozott tízerővel elpukkantani. Ezt viszont a nagy szélre való tekintettel megpróbáljuk rögzíteni. Csókolom, drága csillag. Adja már ide, legyen szíves a napszemüvegét. Matyi! Én, hogyha madzaggal ide hozzákötöm a napszemüveghöz,
azzal ráteszem ennek a szép asszonynak a fejre? Az jó-e? Nem, fogja meg Inka! Várja, várja. Azt mondja a Matyi, hogy nem nagyon jól lát, azt vigyem egy kicsit magát közelebb. Jöjjön, drága. Jöjjön. Itt a gyereke? Az jött. Gondoltam, hogy nem miattunk. Na. Drága Csillag, akkor, hogy büszke lehessen magára, mégiscsak anyák napja van. Hogy büszke lehessen magára nem csak karcak, kurtolábú népe, hanem a saját gyereke, fogja meg, hogy tartsa jó magasra. Hova állja? Hogy hova álljon? Hát, mit tudom, álljon oda. Na, drága Csillag, magát meg akkor engedje meg, hogy bemutassam a közönségnek név szerint. Erika, tisztára, mint a feleségem. Jó. Hogy híja? Mindegy magának. Erika, álljon, legyen szíves úgy, hogy nézzen a Matyira, de csak az egyik szemére. Jó? Matyi! Ki? Pukkancs csak ki! Hát nem Erikát, hanem a Lufi. Na, mehet. Pukkancsom, hát Micsi, Micsi, ne! Ne mozgassa, mert így egy szemmel is alig lát. Ajj! Kicsit lejjebb, tegye már lejjebb, így sose fogja kilőni. Még lejjebb, lejjebb. Egy picit lejjebb, mert ott a hangtechnikus... Még eltalálja, lejjebb egy kicsit. Le! A lába balő! A marhája! Adja ide a pisztolyt! Adja ide! Adja már! Menjen innen! Elnézést, Erika! Face me, fly smoky, még csak kísérleti példány, most gyakorolja. Engedje meg, hogy az együttesünk másik egyébként nem olyan szép, de legalább rettentő csúnya tagjával próbáljuk meg a gyakorlatot elvégezni, és tényleg tudja mit? A közönség most már megcsodálta hátulról. Most megcsodálhatják előről. Álljon egy kicsit errébb, jöjjön. Ide, jó? Így valahogy. A két hangfal közé nehogy előjék a hangfalat. Tartsa fel magasra, úgy. Egy picit előrébb, mert veszélybe vagyok. Úgy. Jó. Jó! Kristóf! Próbáld meg megcélozni, de vigyázz, mert itt vannak a rendőrök, a fegyverhasználatot ellenőrzik. Ne őket ide, ha ezt pukkancsod el. Figyelem, hadd szóljon. Hajé, menj. Bravo! Köszönjük szépen, majd napsod kérünk, Erika.
készülsz, ha most jöttél be harmadszerésről. A keresztúthoz. Hát, ha meglátom ki a boszorkát. Jaj, hát Szent György napja van. Jobban tennék kegyelmed is, ha az állatok után néznek, nehogy kihajtásnál valami rontás érje őket. Itt a csipkevesző, a lánc, a tojás. Hova? Hát valahol biztos. Thank you.
falu csodájára jár a kerítésünk. Az a gyönyörű május. Csak óvatosan ezzel a büszkeséggel, csodafa májusfa. Ha még rendben is volna, de három egy kaput. Te nem te is kaptál valamit? Valakitől? Valami titkos kérőtől az? Na már megint kezdi. Napok óta ott vannak sok, ha böki a szemét. Jöjjön inkább, s nézzük meg a pünkösdi királyné járást. Na persze, azt nézzem meg. Férfiak vetélkedésére meg nem engedett el. Pedig mondták tegnap is az ivóba, hogy a Józsi milyen ügyes volt, tuskóci pelésbe. Majd már megint nyűszöm, mint egy pusztai róka. Mama, zajmuj się, kija, kiedy nie widzę.
Thank you.
A május 1-i programokról a Fazekas Sándor miniszter úrral beszélgetünk, hiszen itt mögöttünk szól a zene, tehát még javában zajlik a program. Gondolom, hogy mindent megnézett, amit bele tudott sűríteni ebbe a kis időben, amit Karcagon érkezett. Itt vagyok már 2 órája, és nagyon jó hangulat a majálison. Az idő kiváló, szép a zene, az emberek beszélgetnek, ebédelnek, egy kis sörözés is belefér, gyerekeket sétáltatnak, mennek babakocsival. Tehát egy igazi nyüzsgés van a főtéren, és ez egy jó dolog, mert ilyenkor ennek van az ideje, és szerintem a város büszke lehet arra, hogy ilyen kellemes majális program van az idén. Ezt kell folytatni. Itt most a főtéren van, nem a Lógerban, hát ezt is mindig lehet váltogatni, hogyha a program megkívánja, ott is le lehet bonyolítani, vagy pedig itt a központban. Azt hiszem, hogy nem sok településen van ilyen sokrétű program, hiszen íjászattól lovas versenyekig, itt viszont megy a kulturális műsor, gyerekeknek aki külön sarka van itt a parkban, tehát mindenki talál magának tetsző programot. Igen, hát igazából a korzó a legfontosabb, de mindenhol van valami olyan érdekesség, amivel érdemes az időt eltölteni. Karcag a Nagy Kunság kulturális központja, és látszik az, hogy itt ebben a programban is ez megnyilvánul. A hagyományápolás is fontos, hiszen itt azért vannak hagyományőrzők is, és itt csigacsináló nénik is vannak, tehát itt a gyerekek körbeállták őket. Volt, aki nem ezzel ment, de sokan oda mentek, mert nem tudták, hogy mi ez, mit csinálnak, és ott kérdezgették, tehát az is fontos, hogy átadjuk ezt a fiataloknak. Nagyon eredeti ötlet ez is, a lovas programok is, egyáltalán az a hagyományőrzés, ami azt hiszem, hogy minden ilyen rendezvényen ott kell, hogy legyen, és látszik, hogy a fiatalok is érdeklődnek, így fönn tudnak maradni ezek az értékes dolgok. A birka pörköltről nem is beszélve, mert annak is egy komoly művelődési és gasztronómiai hagyománya van, és ilyenkor azért jó pár helyen készül a pörkölt, jobbnál jobb falatokat lehet fogyasztani. De azért abban megállapodhatunk, hogy csak a karcagi az igazi. Karcagi birka a legjobb. Köszönjük szépen! Köszönöm! Május 1. vasárnapján az édesanyákat is köszöntjük. Én Dzsida Jenő Háladás című versét hoztam. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott este, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg 2 kezeddel az édesanyámat. Halld meg jó Istenem legbuzgóbb imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Ezzel a verssel minden édesanyát nagy szeretettel köszöntök, és mivel itt az ebédidő, a Jó ebédhez szól a nóta műsor kezdődik hamarosan. A Karcagi Nótás Fiúk nőköszöntő gáláján többen kérdezték, hogy Karcagi Nagy Zoltán miért nem lépett a színpadra. Akkor sajnos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, de örömmel olvashattuk a mai nap plakátján, hogy ebben a Jó ebédhez szól a nóta című programban az ő műsora a kezdőszám. A műsorban nemrégiben megjelent Magyar Nóta Kincs című CD-jéről hallhatunk nótákat. A CD anyagát a Dankó Rádió műsorába beválogatta, folyamatosan hallhattuk, és már többször lejátszották. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes műsorát. Csendül a nóta,
óta perdül a lány, most ide húzd a fülembe cigány, sír favonódból a szívdala szól, indul a föld is a talpam alól. Harmad csillog ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem. Hajt is a szóra, a jóra szívesen, holtomiglon a gondját viselem. Harmad csillog ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem. Hajt is a szóra, a jóra szívesen, holtomiglon a gondját viselem. Májusok esti sóhajat él, összesimul a virágska levél, illatos édes az alkonyi táj, kis csalogánynak a szívede fáj. Harmad csillog ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem. Hajt is a szóra, a jóra szívesen, holtomiglan a gondját viselem. Harmad csillog ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem. Hajt is a szóra, a jóra szívesen, holtomiglan a gondját viselem. Harmad csilló, ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem. Hajt is a szóra, a jóra szívesen, holtomiglan a gondját viselem. Harmad csilló, ezüstös levelem, ezt a barnát magamnak nevelem. Hajt is a szóra, a jóra szívesen, holtomiglan a gondját viselem. Nagyon szépen köszönöm, szeretettel köszöntök mindenkit. Debrecenben voltam, Nagy Erdőben jártam. Fogadják szeretettel, kérem, aki ismeri, énekelje velem. Jó szórakozást kívánok! Debrecenben voltam, Nagy Erdőben jártam. A régi padunkon ifjúkát találtam. Feléjük repesett örömmel a lelkem. Azt, hogy csókolóztak, roppant helyesen. Hegyen léptem tovább az avarba, dehogy is zörögtem, dehogy is zavartam. Hisz volt nékem is tavasz, meg akát virágzás. Söpörtem eleget, söpörjön már más is. Volt nékem is tavasz, meg akát virágzás is. Söpörtem eleget, söpörjön már más is. Köszönöm. Lenn a déli lábos Hortobágyon, meg a
rakat a szemem egy barna lányon. Hullámzott a göndörhaja a sötétben, mikor belenéztem a szemébe. Hullámzott a göndörhaja a sötétben, mikor belenéztem a szemébe. El is megyek hozzá, meg is kérem, hogy legyen az én csárgás kis feleségem. Mert a boldogságom, tudom, nála megtalálom. Lenn a téli bábos hordományom. A boldogságom, tudom, nála megtalálom. Lenn Kunkarcagon! Az asszonyra veszekszik, nagyon hamar öregszik. Ha sokat jár a szájam, ráncos lesz a rózsa bimbos orcájam. Az idő már elszalad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Az idő már elszabad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, hát egyedül a mérges asszony öregszik. Maradjon, csak maradjon békességben az asszony, mert ha pörül megkékül, a duzzogós asszony hamar megvénül. Az idő már elszabad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, hát egyedül a mérges asszony öregszik. Az idő már elszabad, minden asszony szép marad. Csak az, aki veszekszik, egyedül a mérges asszony öregszik. Na, hogy nekem milyen asszony kell? Tessenek csak meghallgatni! Nekem olyan asszony kell, ha beteg is keljem fel, főzze meg a vacsorát. Úgy várja, várja, úgy várja, várja, úgy várja haza az urát. Úgy várja, várja, karjába zárja, úgy várja haza az urát. Ha kicsi is az asszony, lesz még abból mennyasszony. Ha kicsi is a legény, lesz még belőle, lehet belőle főlegény. Lesz még belőle, lesz még belőle, lehet belőle főlegény. Három lábú kis katlan, lenne a sok mosatlan. Nincsen, aki elmosva, mert lusta, lusta, mert lusta a gazdasszonyom. Mert lusta, lusta, jaj, de lusta, mert lusta a gazdasszonyom. Ici, ici, kis galambom, édes pár, gyere ide, az ölembe, jöjj ide hát. A csókodat réges-régen várva vár, add ide az icipici szár. Járjunk egy végig, ropogós, ropogós, adj egy csókot, cuppados, cuppados. Húz rá, prímás, ne sajnáld a bolót, így még sosem volt. Hey, icipici, kis galambom, édes pár, gyere ide, az ölembe, jöjj ide hát. A csókodat réges-régen várva vár, adj ide az icipici szár. Hey!
Kovács Sándor és cigányzenekar. Járjunk egy víg ropogós, ropogós, adj egy csókot, cupados, cupados. Húzat, prímás, ne sajnáld, avonó, így még sosem volt el. A cimbal. Pici-pici kis galambom, édes pár, gyere ide az ülembe, jöjj ide hár, a csókodat régeségem várva vár, add ide az icipici szár. Esikeső sűrű csépje az asszony, kocsmáros néz száz szár gyertyát, száz icebor, ide az asztalra. Esik eső, sűrű csepje, sötét felhők alatt. Szomorúan verdesít a ragyás csárga falat. Tört ablakán süvít a szél, bent egy ócska lámpa. Meg-meginok hosszú drótján, füstös mára lánja. Vendég ide, hogy is jönne, így cudar csaplárné is csak alszik, men akár mentőben. Hely, azok a jó madarak most már nem is járnak, hisz vége van már réges-régen a betyár világnak. Ám de mégis ajtó nyílik, lassan belép rajta. Egy őszült ember meglátszik, hogy régi betyár fajta. A csaplárné is nagyot néz, hogy még egyszer hallja. Tessenek segíteni, hogy kocsmárosné száz-szál gyertyát, ide az asztalra. A vén betyár egyre ordít, fokosát forgatja. Csaplárosné száz-szál gyertyát, száz ice volt, ide az asztalra. Repülj, repülj, hétpettyes katica bogárka, annak a szép asszonynak hófehér nyakára. Súgd meg néki, hogy én őt igazán szeretem, s a hófehér nyakát is csókold meg helyettem.
nyakánál csiklandós az asszony. Úgy intéz hát a dolgod, hogy lejjebb ugrasszon, s aztán visszarepülhet ide a szobámba. Súg meg nékem, mit láttál, Katica bogárka. Aztán visszarepülhet ide a szobámba. Súg meg nékem, mit láttál, Katica bogárka. Azt mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 116 éves. Az a rendes iparos, aki mindig italos, nem pedig len részeg. Rendes ember, ott hagy csapott papot, a kocsmában tölti el a napot. Így mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 116 éves. Rendes ember, ott hagy csapott papot, a kocsmában tölti el a napot. Így mondta a nagyapám, pedig hát a nagyapám 116 éves. Azt mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 116 éves. Szolnokon meg Szegeden mindenütt van szerelem, mert hát a csók édes. Adjál csókot, ha nagyon szereted, mert azt hamar visszaadják neked. Hát így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 116 éves. Adjál csókot, ha nagyon szereted, mert azt hamar visszaadják neked. Így mondta a nagyanyám, pedig hát a nagyanyám 116 éves. Utcára nyílik a kocsma ajtón, kihallatszik belőle a szép muzsika szón. Sört ide, bort ide, szép pincél leány az anyád. Hadd mulatom ki magam igazán. Sört ide, bort ide, szép pincél leány az anyád. Hadd mulatom ki magam igazán. Szeretni, szeretni szerettelek, feleségül elvenni sose mertelek. Menj a szonyi fátyol, a fejedre kerül, ha kerül. Szívem a bánatba belemerül. Menj a szonyi fátyol, a fejedre kerül, ha kerül. Szívem a bánatba belemerül. Mához egy hétre már nem leszek itt. Elvisz a gyors vonat engemet is. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll. Nyújtom a jobb kezem, szervusz, babám. Gyors vonat, sebes vonat, valahol megáll, ha megáll. Nyújtom a jobb kezem, szervusz, babám. De majd, ha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre. Úgy elszállok, mint a fecske, magasan a levegőben. Amerre én járok, bámul a világ, illik a sok pénzt, amit kötök rád. De én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi párom. Amerre én járok, bámul a világ, illik a sok pénzt, amit kötök rád. De én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi párom. Majd, ha nékem sok pénzem lesz, felutazok Budapestre.
ott veszek majd sok szép dolgot, ez én édes kedvesemhez. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan táva, az egész világ megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Mert lesz a rózsám olyan táva, az egész világ megcsodálja. Hadd szóljon a zenekar, hoppá! Amerre én járok, bámul a világ, élik a sok pénzt, amit kötök rád. De én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi párom. Amerre én járok, bámul a világ, élik a sok pénzt, amit kötök rád. Hát én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi párom. Hat nap óta szól a nóta, nem pihentem én azóta, átölelve tart a párom, adnak a fele három, a pici csókos szádat várom, hisz úgyis te leszel a párom. Hat nap óta szól a nóta, nem pihentem én azóta, átölelve tart a párom, mert adnak a fele három, a pici csókos szádat várom, hisz úgyis te leszel a párom. Félre rúgtam a csizma sarkát, elhívhattam a szirci vargát, hogy üsse jobban rája, míg a banda muzsikája. Félre rúgtam a csizma sarkát, elhívhattam a szirci vargát, üsse jobban rája, míg a banda muzsikája. Hadd szóljon a kralinét, hoppá! A csizma sarkát, elhívottam a szirci vargát, üsse jobban rája, míg a banda muzsikája. Félre buktam a csizma sarkát, elhívottam a szirci vargát, hogy üsse jobban rája, míg a banda muzsikája. Tehát akkor 100 forintnak mennyi a fele, áfával, vagy inflációval, vagy anélkül, nem tudom, mindjárt a dal megmondja. Indulhatsz, Izolikám! Akinek van te kedve táncolni egy kis költságásnak nyugodtan középen. Hey, de 100 forintnak 50 a fele, tegye meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából kikerülni, ha hámfából. De nem lehet az ember fából kikerülni, ha hámfából. De még azt mondják, részeges vagyok, pedig csak a jó bort szeretem nagyon. Megverem a csizmám szárát, csókolom a papám száját. De megverem a csizmám szárát, csókolom a papám száját. Ennek az az érdekessége, hogy a francia vendégekkel kint Longóba sokszor mulattunk már erre a zenére. Mentünk kőbe vonatozni, meg kölcsárdásoztunk. De még azt mondják, részeges vagyok, pedig csak a jó volt szeretem nagyon. Megverem a csizmám szárát, csókolom a babám száját. De megverem a csizmám szárát, ott csókolom a... Na még egyet a végére, hogy? De már ezután úgy élem világom, kis kalapom a jobb szememre vágom, jobb szememről a bal szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Jobb
szememről a fal, szememre vágom, csak a leszerelő kis könyvemet várom. Már ezután két szeretőt tartok, az egyiktől a másikhoz járok. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket! Ezt a dalt még végig énekeljük, de most szeretnék közben elköszönni. A viszontlátásra további jó majálisozást kívánok, a francia vendégeknek további jó itt tartózkodást, és minél hamarabb találkozzunk. Egyiktől a másikhoz járok. Az egyik hűtlen lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd megvigasztal. Nagyon szépen köszönöm, további jó szórakozást, további jó maján is önöknek. Köszi szépen a figyelmet. Karcegének Zoltán, látták, hallották. Köszöntöm nézőinket, Szepesi Tiborral, a Délvidéki Kulturális Központ igazgatójával beszélgetünk. Már lassan-lassan vége felé tartunk a majálisnak. Azt gondolom, hogy az időjárása nem lehetett panaszunk. Köszöntöm a televízió nézőket. Valóban az elmúlt napok esős, hideg, néha fagyos reggelei után a mai nap gyönyörű napsütésre ébredtünk, amely azt gondolom, hogy méltó egy ilyen vasárnapi ünnephez. Beszéljünk egy picit a május éjszakájáról is, hiszen újdonság volt, hogy éjszaka május fát osztottak. Hányan vették ezt igénybe? Igen, egy új programot szeretünk volna hirdetni a fiataloknak, fenntartva a néphagyományokat, de mégis odafigyelve környezetünk védelmére is. Ezért olyan helyről kerültek kivágásra csemetefák, amelyek egyébként is kivágásra kerültek volna. Ezeket a fákat ajánlotta fel a Városgondnokság, Karcagváros Önkormányzata képviselőtestületének jóvoltából azoknak a fiataloknak, ingyenesen természetesen, akik szerették volna ezt a hagyományt ápolni és májusfát állítani azon a csodálatos április végi, május legelei éjszakán. A tegnapi napon itt a Városháza előtt kerültek átadásra, átvételre ezek a fák az arra kíváncsiskodóknak, érdeklődőknek, és 33 ilyen fa került átadásra, ami azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy először volt ilyen akció, nagyon nagy számnak mondható, és talán ahhoz is, hogy ilyen sokan akarják hivatalos mederben a májusfa állítás hagyományát megtartani. Azt gondolom, hogy mindenki értette, hogy miről beszéltünk. Beszéljünk egy picit a mai napról, hiszen három helyszínen zajlottak. Ez tudatos volt, hogy picit változtatni a korábbi évekhez, úgy tudom, hogy ezt így szerették volna. Mik a tapasztalatok, hiszen azért már lassan vége felé közelünk a programoknak? Valóban a tavalyi évben alakult ki a Városközpontnak a jelenlegi képe, és annak az ünnepségnek a keretében, amikor tavaly május 17-én átadásra került az itteni fejlesztés, amelyet azóta is élvezhet Karcag valamennyi lakosa, akkor határoztuk el azt, hogy itt a Városháza előtt olyan gyönyörű a kiépített tér és a hozzá kapcsolódó park részletek, hogy ezt mindenképpen folytatni kell, tehát valamely olyan programot ide kell hoznunk, amely alkalmazkodik ezekhez a lehetőségekhez. És hát úgy gondoltuk, hogy a május 1-e az egy ilyen ünnep és egy ilyen program lehet, felállítva a színpadot, a különböző kézműves foglalkozásokat, a büfé lehetőségeket, a főzéseket, az árusok elhelyezését. Én azt gondolom, hogy sikerült úgy megoldanunk, ahogy ezt mi a tavalyi évben elgondoltuk. Természetes, hogy vannak olyan helyszínek, amelyeken nem lehet változtatni, vagy nem nagyon érdemes változtatni. Ilyen az íjászversenynek a jól bevált helyszíne, ahol egy kicsit ugye el kell bújni azokat a célokat, megközelíteni ott az erdőben, természetes, hogy sokkal izgalmasabb. Így ennek a versenynek úgy gondolom, hogy az az ideális helyszíne. Illetve a Kunhagyományok napja, amelyet egy kicsit próbáltunk új helyszínen,
új helyszínen, új régi helyszínen, hiszen a Múzeum Park már többször adott otthont ennek a rendezvénynek, vagy hasonló rendezvénynek, gondoljunk csak a Kunok világ találkozójára. Tehát őket behoztuk egy kicsit a város közepébe, a város központjába. Így ezen a három helyszínen került megrendezésre az idei majális. Én úgy gondolom, hogy aki érdekelt, akár mind a három programra eljuthatott, és természetesen eldönthette, hogy hol az, ahol többet szeretne időzni. Azt hiszem, hogy aki vásárolni szeretett volna egy kis anyáknapi utólagos ajándékot, arra is volt lehetőség, vagy pedig csak úgy megkóstolni valami finomságot, hiszen az ország tortáját is meg lehetett itt kóstolni, tehát tényleg lehetett válogatni a finom javak között. Valóban, ugye egy kézműves foglalkozástól a színpadi különböző produkciókig, aki a gasztronómiának szeretett volna hódolni, az is megtalálta, és hát természetesen a sok-sok kézműves árus közül kiválasztotta. Aki az utolsó pillanatban gondolt esetleg arra, hogy ugye a negyedik része a mai vasárnapnak az anyák napja, szeretettel köszöntöm minden is az édesanyákat. Tehát valóban, én úgy gondolom, hogy mindenki a mai naphoz kapcsolódóan megtalálta a kedvére valót. Akkor reméljük, hogy a még hátralévő programokon is így lesz ez. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Nem vagyok én az erdőben remete, sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája, sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája, sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája, sem remete, sem a fügefának az ága. Én vagyok az, kinek nincsen babája. A tavaszi ne felejtsd, olyan, mint a szemed pálya. Két szép szemed, soha máson ne felejtsd, leszokad a kacsintásra. Édes rózsám, ha szeretnél igazán, megbecsülném a hűséget. Boldog lennék veled mindig ezután, boldoglan csak is véled. Édes rózsám, ha szeretnél igazán, megbecsülném a hűséget. Boldog lennék veled mindig ezután, boldoglan csak is véled. Fészket rak már, ere szaladt a madár, hűvájának veled fészket. Ha a szemed mindig ide-oda jár, nem lehetek boldog véled. Akkor pedig le is út, meg fel is út, mehetsz jobbra, én meg balra. Látod, babám, előbb-utóbb ide jut, akinek a szíve csalfa. Akkor pedig le is út, meg fel is út, mehetsz jobbra, én meg balra. Látod, babám, előbb-utóbb ide jut, akinek a szíve csalfa. Akkor pedig le is út, meg fel is út, mehetsz jobbra, én meg balra. Látod, babám, előbb-utóbb ide jut, akinek a szíve csalfa. Akkor pedig le is út, meg fel is út, mehetsz jobbra, én meg balra. Látod, babám, előbb-utóbb ide jut, akinek a szíve csalfa. A következő percekben a Sárai Band műsora következik, közismert könnyű zenei számokat, musical és operett részleteket hallhatunk az előadásukban. A műsorban közreműködik Kovács Ágota Csenge, Kánagy Veronika, Erdei Fruzsina, Házi Sárai Mária, Szűcs Attila, Kerékgyártó Csaba és Házi Róbert Csaba. Fogadják a műsort nagy-nagy szeretettel. Egy olyan dal következik, ami nem kifejezetten anyáknapi, de azt hiszem, hogy nagyon sokan ismerjük és szeressük nagyon. A 83-ból, a Királydomról, Szállj fel, szabad madár! We'll be right back.
a válaszra várva. Rabok legyünk, vagy szabadok? Nem kérdem én, meddig tűrjük a sorsunk. Lehetnék új harfoglalok. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva. Rabok legyünk, vagy szabadok? Szállj fel a csillagokba, szél könnyű szárnyán szállj. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel, szabad madár. Szállj messze, szállj magasra, szél könnyű szárnyán szállj. Új tavasz hírét vidd el, szállj fel, szabad madár. A válaszra várva, rabok legyünk, vagy szabadok? Nem kérdem én, meddig járnak még köztünk szemforgató hamis papok. Csak annyit kérdezek, a válaszra várva, rabok legyünk, vagy szabadok. Szállj fel a csillagokba, szél könnyű szárnyán szállj. Kárpátok gyűrűjéből szállj fel, szabad marány. Szállj messze, szállj magasra, szél könnyű szárnyán szállj. Új tavasz hírét vidd el, szállj fel, szabad marány. Nagyon szépen köszönöm. Jó, végre szóltunk, lásd, jó, a nyújból látjuk egymást, hisz ismersz. Ez, mint apró gyermek, arra kérsz, ígérjem meg, hogy többé el sem hagylak. Nem felettem én a képet, tudom jól, te mindig mondtad, eljössz, mikor hívlak téged, Molám, segítek én. Ma nagyot nőtt az árnyék, de az őrült világ nem lát mást. A patkány fogó jár még, megy a tánc az aranyborjúnál. De nagyot nőtt az árnyék, ez a vége már, az évvel közel jár. Fáj, hogy kezem meg van kötve, látom én, mint megy tönkre. Zuhan a pusztulásba az élet. Fáj és félek. Nincs is ennél néked rosszabb, hiszen tétlen kell most.
most nézned azt, hogy földed elkárhozhat. Ez nekem nagyon fáj, ma nagyot nőtt az hát, te önvédelemből mítem. Nagyot nőtt az árnyék, jogos önvédelem már csak lásd, hisz tudjuk kéz a játék, de az nincségekből mit sem lát, hisz fölélő az árnyék, szépen köszönjük. És akkor következzen az egésznek szíve, lelke, motorja, Sárélyben vezetője, egy nagyon-nagyon kedves dallal. Sárély Mária! Félteni kell néha biztosat is, félteni kell, hogy soha másé nem leszel. Mondd még ezer szerel. Élnie kell ennek a szerelemnek, égnie kell, közénk ne lépjen senki sem, amíg létezünk, mindig. Következő dalhoz annyit előre kell bocsátanom mindenképp, hogy kicsikét megszaggatott farmer illene hozzá, meg valami virágmintásünk, meg hosszú haj, meg 18-as karika, mert szókimondó szövegén senki ne jegyen meg, majd próbálom kifütyülni, ahol lehet, legalábbis úgy finoman. A Her című musicalből az I Got Life, megszültél. Megszültél, anyám! Késő már, hogy megbánd, testvér, így élsz te is, oly sok mocskot látsz. Kaptam őrült két húgom, kaptam vagyont érő bájt rokon, kaptam leckét és verést,
de sok rossz nap közt jó is volt. Ez a sok haj és ez a fe, ez a nagy és homlok és fűszemek és orszáj és a nyelvfogak is így, ezt kaptam én. Nézd, ez az áll és ez a nyak és ez a váll és ez a mell és ez a szív, ez egy érez itt benn, mint csak az enyém. Van nekem gerincem és könyököm és öklöm, ha kell megütöm, így majd leülök én és csontok, hús és vér. Megszültél anyám, amit kell, adtál testvér, így légy szabad ember, így nézd, te is rám kaptam őrült két húgom, kaptam vagyont élő bájt rokon, kaptam leckét és fel is sok rossz nap köz pár jót. Nézd, ez a haj, ez a fej, ez az agy, ez a szem és orszáj és gyelpod és így, ezt kaptam én. Nézd, ez az áll és ez a nyak és ez a váll és ez a mell és ez a szív, ez te mind csak az enyém. És a két térd, ezt kaptam én, két kis homi szél, kaptam bőrt, kaptam szőrt, kaptam mindent, kaptam vért. Kaptam észt, kaptam ösztönt, az, hogy nagyon szépen köszönöm! Hosszú az út, míg a kezem a kezedhez ér. Szeretném valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át, szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Fenn az ég, lenn a föld, minden út körbe fog, béke van, felejtse minden háború. Esik a hó, és szemembe fúj a szél, szeretni valakit valamiért. Ég a gyertya, igen, aludjél. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen és ezer bajon át, szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért. Benn az ég, lenn a föld, álmodunk s felébredünk. Minden út körbe fut, vége van, felejtse minden. Benn az ég, lenn a föld, álmodunk s felébredünk. Minden út körbe fut, vége van, felejtse minden háború. Csabi barátom említette, ugye amellett, hogy május 1-e van és majál is ma van anyáink, édesanyáink ünnepe, engedjék meg, hogy most következzen egy dal, ami róluk,
nekik szól. Fogadják sok-sok szeretettel. Szépen köszönjük a tapsokat. Ez egy annyira gyönyörű nóta volt, hogy nem is tudom. Tehát én elhallgattam volna még legalább háromszor. És szerintem nem fogjuk elfelejteni ezt a dalt soha, mert ez egy nagyon-nagyon szép dal. De most következzen egy másik felejthetetlen dolog, amit sajnos megpróbáltak elfelejteni. Az LGT-től az elfelejtett szó. Minden szó beszél,
mégis másképp érted, mint ahogyan én. Más a szóban mondom, más a hallgatón. Nem tudná a bal kéz, mit akar a jó. Én tudom a dallamot, te tudod a szót. Én mondom az igazat, és te mondod a jót. Az én igazam nem biztos, hogy neked nagyon jó. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabolt, ellopott. Egy, két, elfelejtett szót, minden ember jó. Megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha ember megvaló, minden ember más. De én meg ez a jó, hát meddig várjak még, hogy felhúzik egy elfelejtett szó. Megbotlok egy kőbe, s te fogsz elesni. Én hordom a balcipőt, rajtad van a jó. Összeköt a cipőfűző, nem egy nagy dolog. Ami nekem jó, az talán neked nem való. De mind a ketten várjuk azt az elfogyott, elhagyott, elrabolt, ellopott. Egy, két, elfelejtett szót, minden ember jó. Megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más. De éppen ez a jó, hát meddig vágyak még, hogy felhúzik egy elfelejtett szó. Minden ember jó, itt megtalál egy szó, minden szó is jó. Ha embernek való, minden ember más. De éppen ez a jó, hát meddig vágyak még, hogy felhúzik egy elfelejtett szó. Rendezünk, amihez össze is kell gombolni az akut, mert annyira komoly, hogy ihaj. Tehát, hölgyeim és uraim, be kell jelentenem Szűcs Attilát Zsupán dalával. Fogadják sok szeretettel! Ja, hírka, hírka, lékem, sose volt a mesterségem. Már apró gyermekkorban, csak a sertések közt voltam. A küldészet nem pálya, ezer villám és sertés míz, külön hadisznó hája, hisz ahhoz nem kell ész. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó vívás. Az élet célja semmi más, mint jó evés és jó vívás, mint jó evés és jó vívás. Van állatom, te mértek, a vízolaláshoz értek, eléri mind a mázsát, sehol se látni mását. A több ezernyi hártány, a hája rengtokáján, de bárhol is kereskedem, a párját nem lelem. Ország, világ, engem imád, és a nép. Hallák így kiált, nézd csak ott, a sertés király. Ja, a zirka, virka nékem, sose volt a mesterségem. Már akkor gyermekkorban, csak a sertések közt voltam. A küldészet nem pálya, ezer villám és sertés víz, külön volt és lohája, hisz ehhez nem kell ész. Az ideálom semmi más, mint jó evés és jó ivás. Az ideálom semmi más, mint jó evés és jó ivás, mint jó evés és jó ivás. Kálmán Imrénél meg is kell maradnunk, mert az eszméletlen zenéket írt. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, fogadják sok szeretettel a Jaj, cica című opuszt.
Hányszor mondtam már magamnak, nézd, ezt nem szabad. Hagytan őket abba már, miért vagy oly szamár? Mit törődsz te azzal, hogy száz lány szív megszakad? Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele. Hogy mit szólnak majd a nők, mit törődsz vele? Újra jött egy, csak egy még, és a szívem új fent égnek. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szár, nélküled még a mennyország is fár. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szár, nélküled még a mennyország is fár. Ha ülök is a mennybe, te cica csak izengbe, érted, kiugrom, cicám. Hányszor mondtam már magamnak, most meg házasodsz, avval minden rendbe jön, majd vigyázz a nő. Hogyha látsz egy szopját, attól meg ne zavarodj, mind a mellett ez sem ment, jaj, de bús reggel. Egész asszony veginek, járt szívem bele. Erről már le nem szokom, nők fülébe csak súgom. Cica, eszem azt a csöpp kis szár, nélküled még a mennyország is vár. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szár, nélküled még a mennyország is vár. Ha ülök is a mennybe, te cica, csak izenybe érted, kiugrom, cica. Szem azt a csöpp is szár, nélküled még a mennyország is vár. Hallod is a mennybe tetszik, szóval csak üzenbe érted, kiúrom cicám. Nagyon szépen köszönöm. Hát azt hiszem, most egy gyönyörű nőt és egy sármos férfit kellene felkonferálnom. De fogalmazzuk úgy, hogy a gyönyörű pár következik. Fogadjások szeretném. Szebb zenét, mintha jaj, tapsvihar két fülembe zúg. Nézze meg, máma, még műsorunk slágerét, ezt a szép fiút. Ha játszik képoly, mint volt, érte már a víz. Látom, nyártam, s nők még szíve kész. Szólagunk hangja benni, se derni, hiszen két szememben néz. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart. Oly szegény a szótár, kevés pár szó. Azt hagyjunk törnyedó. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, légy te velem jó. Önkegyed angolul, s nem tudok angolul, fáj ez nékem ám. Gyermekszék, hát apám, bennyiszék fel, figyelmet rám. Szerelmi szótáramban angolul bizony, én csak ezt a könnyű dal tudom. Mert egy kis daltanás bármaimban, a másik neked fújom. My golden baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, légy te velem jó. Te vagy my sunshine, my very fine lady, my beautiful baby, szívem csak folyó. Hogy szegény a szótár, kevés pár szó. Azt, ami bőröm, elég jó.
nagyon kedves aranyos kislányt kell felkonferálnom egy nagyon-nagyon kedves aranyos dallal. Kovács Ágóta Csenge, a dal címe pedig Jaj de jó a habos sütemény. Városomból van itt egy delegáció, Rajmond Filippivel fogunk beszélgetni arról, hogy hogy érzik itt magukat. A tolmácsolásban Perjési Zsóka segít nekünk. Nem először vannak már itt, de most egy kicsit különleges alkalomra érkeztek. Részt vettek egy ballagáson. Mennyire jellemző a ballagás ott náluk? Nous avons déjà venu à Corse plusieurs fois. Par contre, cette fois, il y avait quelque chose de spécial. Il y avait la cérémonie de fin d'année à l'école Saint-Anoï hier. Est-ce que vous avez de telles cérémonies en France? Non, malheureusement non. Je regrette que ce genre de cérémonie ne soit pas réalisée en France. Par contre, j'ai beaucoup apprécié la façon dont les élèves ont présenté leurs écoles et ont quitté leurs écoles. Sajnos nincs ballagás Franciaországban, nem tartanak ilyen rendezvényeket, viszont nagyon jól érezte magát, és úgy látja, hogy nagyon
megható volt, ahogyan elbúcsúztak a diákok az intézménytől. Akkor egy új élménnyel gazdagodtak Karcagon. Donc, c'est de nouvelles choses que vous avez appris à Karcag cette fois. Alors, ce que je peux rappeler par rapport à cette cérémonie d'hier, si on parle de celle-là, c'est que j'ai plaisir de découvrir un lycée qui a été donc jumelé pendant des années avec un lycée du Paraclet. Et je pense que dans les semaines à venir, le lycée sera de nouveau jumelé avec le lycée du Paraclet français. Megtudhattok azt is a tegnapi látogatás folyamán a Szent Annai iskolában, hogy sajnos már nincs élő testvér iskolai kapcsolat a Paraclet iskolával. Ezt megpróbálják újraéleszteni az elkövetkezendő hetek folyamán. Akkor ehhez már jó munkát kívánunk, viszont ma a majális részesei lehettek. Milyen élmények voltak? Mi volt a legszebb vagy legfontosabb élmény, vagy a legnagyobb hatással rá? Elle souhaite que cela se réalise. Par contre, aujourd'hui, on a eu l'occasion de participer à la fête du 1er mai. Quelles sont vos impressions sur cette journée? Alors, je peux dire que je suis content de participer à cette fête, d'autant que le temps était de notre côté. Et je crois que le 1er mai, qui est la fête du travail en France et en Hongrie, c'est une fête donc dans laquelle, pour laquelle je pense que tout le monde doit... comment dire, je dirais simplement, c'est que cette fête, c'est important. C'est une fête du travail, c'est une fête de réconciliation. C'est une fête qui doit être célébrée partout. Nagyon örül neki, hogy ilyen szép időnk volt ezen a mai napon. Nagyon kellemes napot töltöttek el a munka ünnepén, amelyet Magyarországon és Franciaországban is ünneplünk, hiszen egy nemzetközi ünnepről van szó. És úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos nap minden nemzet életében. És mit tetszett neki, vagy mit látott olyat, amit esetleg náluk nem szoktak, tehát mondjuk lovas hagyományok, vagy ilyen szok, vagy itt maga ez a majálisos hangulat? Est-ce que vous avez vu quelque chose ici aujourd'hui que vous ne voyez pas en France lors des fêtes du 1er mai, par exemple le défilé en cheval, le tir à l'arc ou n'importe quel autre programme où nous avons eu l'occasion de participer? Je pense qu'effectivement, donc, vous avez de grosses différences par rapport à chez nous. Vous êtes donc encore à conserver les us et traditions de vos pays et je trouve ça génial. Chez nous, malheureusement, ce sont des choses qui se perdent, même si le 1er mai est très célébré. Úgy látja, hogy sokkal több a hagyományőrző esemény május 1-én is Magyarországon. Franciaországban sajnos ez elveszőben van. Ettől függetlenül a május 1-én náluk is fontos ünnep, és nagyon sok programot szerveznek. Érezzék jól magukat még nálunk, és akkor találkozzunk még sok alkalommal Karcagon. Passez un très bon séjour cette fois, et à l'espère de vous revoir plusieurs fois encore dans le futur. Ça me ferait énormément plaisir, oui. Est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose? Aujourd'hui, donc, à Longo, le 1er mai est fêté d'une façon un petit peu comme ici, mais façon différente. Il y a un certain nombre de stands qui sont proposés. Il y a aujourd'hui 1000 participants qui proposent donc dans une raiderie, donc ça veut dire une vente de produits, de vente de grenier, je ne sais pas comment vous l'appelez chez vous. Donc voilà, aujourd'hui à Longo, il y a 1000 personnes qui proposent aux autres de vendre des produits de placard. Nagyon köszöni, ha azt megengedheti magának még hozzátenni, hogy Longóban a mai napon egy nagyszabású rendezvényt tartanak. Egy bolha piacon árul Longónak több mint 1000 lakója különböző standokon. A saját otthonukban már nem szükséges tárgyakat adják, veszik egymás között ezen a napon. Akkor az is egy érdekes hagyomány, köszönjük szépen! Ça doit être une tradition très intéressante. Merci beaucoup pour avoir partagé cela. Merci beaucoup, madame, de m'avoir posé la question. Et je suis très content de revenir à Karcag parce que le printemps, ce matin, j'ai eu le plaisir de découvrir 4 cigognes dans le ciel en arrivant. C'est un bon signe. Nagyon köszöni, hogy itt lehet, nagyon köszöni a meghívást, reméli, hogy többször ellátogathat még Karcagra, és különösen boldog ezen a szép tavaszi napon, mert 4 gólyát is láthatott a nap folyamán. Köszönjük szépen!
ágában szolgál, parancsot hoztak, meg a tolmat el, kezedbe fedel, most fegyver adtak, egy napon ezt kaptad, kezedbe fedel, rá van a csizma, nem így oldalmaidba, kezedet fogtad, váladról dobtad, és mentél a tolmat fel. Őzöd a semmit, nem tudod menni, vársz ott benn. Hónapok voltak, emberek voltak, minden volt, senki sem. Mehettől volna, szökettől volna, de a torony magába zárt. Az évek teltek, elfelejtettek, éveit a toronyba vettek. Mint csendes a támaszkod neked. Őzöd a semmit, nem tudod ennyit, vársz ott benn. Mint csendes a bárba lépőd vár. Ha valaki hívni, őzöd a semmit, valamire vár. Nem tudod menni, vársz ott benn. Holnapok voltak, emberek voltak, de nem jött senki sem. Mehettél volna, szökhettél volna, de a torony magába zárt. Az életedet elfelejtettek, éveid a toronyba vesztek. Még csendes a támaszpont neked. Őrzöl a semmi, nem tudod menni, vársz ott benn. Még csendes a távol lépőt vár. Ha valaki mindig őrzi a semmit, valamire vár. Még csendes a támaszpont neked. Őrzöl a semmi, nem tudod menni, vársz ott benn. Mit csendes a fába lévő vár. Ha valaki mindig rossz, hogy a semmi valamire vár. Már, ha kinézek, egy új életről álmodik. Meddig kell várnom én? Álmodhat szép volt, álmodhat jó volt, úgy szeretne élni már. Elfogyott várnak, órát emének, úgy szeretne élni már. Ha tudnám, hogy merre menjek, az úton nehéz. Meddig kell várnom én? Álmodhat szép, álmodhat jó, úgy szeretne élni már. Elfogyott vágyak, órát remélek, úgy szeretne élni már. Álmodhat jól, úgy szeretne élni már. Elfolytott vágyak, órák remények, úgy szeretne élni.